hirdetem a Púria ítéletét. Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása előkészületének büntette miatt Budaházi György ellen folyamatban volt büntetőügyben, a terhet védője által benyújtott felvizsgálati indítványt elbírálva, a Fővárosi Bíróság 14 nagy B 1534/2008/29 számú ítéletét, illetőleg a Fővárosi Ítélőtábla 5 BF 319/2009/39 számú végzését megváltoztatja, és Budaházi György terheltet az ellene alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása előkészületének büntette miatt emelt vádolól felmenti. Felmentésnek és felvizsgálatnak is helye. Tessék elfoglalni. Azt gondolom, hogy egy jogtörténeti szempontból igen jelentős ítélet született itt a hazafias körök számára. Hát szinte repülök az örömtől. Nem volt olyan sűrűs az ítélet, mint valaki félreérteni, ez az egy év felfüggesztett, amit eredetileg kaptam, de annyira igazságtalan volt, és annyira tudtam, hogy ezt a cselekményt én nem követtem el, és annyira koncepciós volt, és annyira a Gyurcsány Insta rendszernek a szájíze és a módszere és a hozzáállása volt rajta, hogy ez egyszerűen úgy éreztem, hogy elvi stratégiai kérdés, hogy ezt a pert meg kell nyernünk, egyébként Strasbourg is elmentünk volna benne, és hát ilyenkor mindig helyreáll a hitem egy kicsit, hogy azért van jogállam valahol, ami ilyen még működik, és vannak bírók, akik még a szakmaiságot tartják a legfontosabbnak, és érdemes harcolni. Tehát ezt mindig is, én mindig is harcoltam a jogi eszközökkel és a végletekig, de érdemes is. Tehát mindenkit bíztatok, hogy soha ne adja föl, mert lám, a végén el lehet jutni az igazsághoz. Nagyon fontosnak érzem már csak azért is, mert Kenéz Andrea, aki annak idén ebbe az ügybe felmentett, nincsenek a felül kétségeim, hogy a gyújtsánista időszakban azért a felmentéséről a háttérben kapott. Még ha ez bizonyítja, nem is tudom, és nyilván őt nem is fog erről nyilatkozni, de ez neki is elég tétel, talán valahol a lelkeményén majd, amikor ezt meg fogja tudni. Úgyhogy azt gondolom, hogy, és hát a terrorcselekménynél most ő a bírom, de hát mondjuk ez egy másik ügy, nagyon nagy jelentősége van. Úgy érzem, hogy tényleg, és az érveléseimet is elfogadták, ezt az, és az ügyvédeimét is, külön megtisztelő volt, hogy az én védekezésemre is hivatkozott a bíró az indoklásba. Nagyon korrekt bírósági elnöknek tűnt ez, vagy tanácselnöknek Kónya úr, úgyhogy mi tudjuk, hogy ki a terrorista, hogy aztán mi derül ki. Egy a lényeg, hogy én nem vagyok terrorista, és ez derüljön ki. Aztán, hogy még kiről mi derül ki, az egy másik történet lesz. Én is köszönöm. Csak jobb fölmentéssel kijönni, mint elítéléssel. Azt mondta volna, hogy így jöjjek ki minden bíróságról. Adj ide a kacóját, becsukjuk három évre. Isten áldjon, köszönöm. Tisztelt, fiam. Hát, ez király volt. Nagyon fontos. Kenéznek megmutatott, hogy bírónő igazából. Ennek azért vízhangot kell nagyon csinálni most az egész. Ennek nagyon. Ez az egész hazafias ellenállásnak szólt, érted? Igen. Nekem gratulál, mert... Most közé kell tenni a beszédeidet, hogy olvassák, hogy miről volt szó pontosan. Csak vannak értelmes bírók, ez tök értelmes bíró volt. És az ítélet indoklás korrekt volt. Nagyon jó volt. Nagyon korrekt.